fogadjuk az Automarine KSC csapatának menedzsmentjét, a lányokat. Lezárult az idei szezon, befejeződött. Úgy gondoltuk, hogy itt a város központjában egy hivatalos fogadáson köszönnénk meg neki a idei esztendei munkát és a munka mellett azokat az eredményeket, sikereket, amelyeket elértek. Szeretném megköszönni a lányoknak, szeretném megköszönni a stáb tagjainak, hogy egy ilyen évet tudhatunk magunk mögött. Nagyon örömet okoztak a város valamennyi lakójának. Végigkísérték a csapatot, biztatták. Én azt gondolom, hogy voltak esetleg olyan pillanatok, amikor ők segítették át a nehézségeken őket, úgyhogy mindenféleképpen nagyszerű csapattá kovácsolódtak össze ők is, úgy, ahogy a lányok is egy nagyszerű csapatot alkottak, és ezt meg is mutatták az elmúlt mérkőzéseken, hiszen mindig volt valaki, aki túl tudta lendíteni esetleg a nehezebb időszakokon a csapatot, mindig egységesen tudták megmutatni a tudásukat, és én azt mondom, hogy ez az igazi erőssége ennek a KSC-nek, amely a jövőben is biztos vagyok benne, hogy erre építve majd még hasonló, még jobb, még nagyobb sikereket fog majd tudni elérni. Köszönjük, hogy nagyszerű dolog, hogy itt Városkádlában találkozunk. Ma is igazán itt fogunk bezárni ez a 2012-18 szezon, amit bármennyi nézünk, hogy végül is nem nyertünk bajnokságot, és mikor nem nyersz, marad ez a kis szomorú érzés, de én szerintem ez olyan szezon, amit már mondtam, büszke kell lennünk, mert ki tudja, hányszor még fog sikerülni döntőben bejutni, mert ez igazán itt legnehezebb dolog, mert például nem kell elfelejteni, hogy alapszakhoz győztes úgy lettünk, hogy döntünk, úgy meneteltünk, hogy nem veszítettünk meg saját csarnokon. Végső cél ez kell lenni, hogy játszunk Euroligát, és hogy szerepelünk Euroligában. Akkor már második évben odaig jöttünk, hogy újra alapszakos győztes, csak két vereséggel, én szerintem ez igazán beszél saját magáról, milyen ez a szenzációt. Feltörekvő fiatalok mellettük, és akkor a három fiatalt, akit már éppen nyomon emlegetünk, már talán unják is, a Ágica, a Libi és a Virág, ugye három fiatal magyar játékos, tehát nagyon fontos, hogy értékes játékperceket kapjanak a továbbiakban, de nyilván, hogyha Euroligában, de akár az Európa kupában hasonló, vagy ennél jobb eredményt szeretnénk elérni a jövőben, akkor erősíteni kell a légiós poszton. Nyilván tárgyalások folyamatosan folynak, erről még sokkal többet nem szeretnék elárulni, meg nem is tudok, mert az elkövetkezendő 6-7-8 hét az ennek jegyében fog eltelni, hogy előre haladjanak ezek a tárgyalások, hogy a 3, illetve 4 légióssal, akit nagyon szeretnénk, meg tudjunk egyezni, meg tudjunk állapodni, ez egy elég komoly munkát igényel. Csak amit el tudok mondani, hogy elsőként a Város és a Tal Kft. Az biztosan a csapat mellé fog állni, és van komolyabb ígéretünk az atomerőmű részéről is, de ez még csak szóbeli ígéret, úgyhogy ezen rengeteget kell dolgoznunk. Nagyon sok játékosunk a magyar válogatottban szerepel a nyáron, de július szól majd a teljes pihenésről, szerintem augusztus 15-én, ugye? Augusztus 15-én fogjuk már kezdeni majd a közös munkát, biztos, hogy addigra már, ha nem is az összes, de lesznek légiós neveink. A magyar magot megerősíteni, ez is tervben van, egy név, ezt nem szeretnénk elárulni, vele két hét múlva fogunk leülni, egyes, kettes poszt, többet nem mondhatok erről, meglátjuk majd, hogy mit hoznak a tárgyalások.